Lezárultak az országos szakmai tanulmányi versenyek döntői, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint az iskolák vezetői és pedagógusai különösen büszkék arra, hogy a versenyeken a centrum tanulói bizonyultak a legjobb szárazépítőnek, a dobogó második fokára állhatott az NSC vízügyi technikus, elektronikai technikus és autóelektronikai műszerész tanulója is. Én a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskolába járok, már most végzős elektronikai technikusként tanulok ott, és elég sok megmérettetésen vettem részt ezen az éven. A legbüszkébb vagyok néhány versenyre, az egyik az országos szakmai tanulmányi versenyen elért második helyezés, illetve egy tudok versenyen elért első helyezés, a konstrukciós versenyen pedig egy harmadik helyezésre vagyok a legbüszkébb. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumból közel 320 diák indult el az országos versenyeken. A legeredményesebben szereplő tanulókat a szakképzés ifjú tehetségeit egy ünnepség keretében köszöntötték péntek délután. Szárazépítőnek tanulok. A jelenlegi versenyt, amit megnyertem, az az SKTV, a szakmakiváló tanulója verseny, ott első helyezést értem el. Az idei szakképzésért díjat egy bánkis diák, Tóth Bence kapta eredményes munkája elismeréseként. Az ifjú robotfejlesztő széleskörű elektronikai ismeretekkel rendelkezik, az elmúlt években többek között jeltolmács kesztyűt fejlesztett a siketek számára, és meg annyi országban versengett. A kitüntetést szülei vették át az ünnepségen. Én nagyon szurkolok Bencének, és bízom abba, hogy még sokat fogunk hallani róla. Éppen ezért idén először a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által alapított szakképzésért díjat egy tanuló fogja megkapni, hiszen úgy gondolom, hogy nem csak felnőtt lehet nagykövete a szakképzésnek, vagy példaképe, hanem lehet egy tanuló, és hát Bence olyan utat járt itt be nálunk, amely azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen elismeréssel kell, hogy méltassuk. A szakképzés ifjú tehetségeit városunk alpolgármestere is köszöntötte. Számukra ez egy nagyon jól sikerült év, amit mi is szeretnénk a szakképzési centrum vezetével elismerni és gratulálni nekik. Van egy másik vetület ennek a dolognak, ők példát adnak annak a több ezer gyermeknek és fiatalnak, akik a szakképzésben dolgoznak és tanulnak, hogy ez egy jó pálya, és érdemes szakmát választani. A szakképzési centrum ünnepségére a tagintézmények 48 végzős tanulója kapott meghívást. Ők voltak azok, akik az országos megmérettetéseken a legeredményesebben szerepeltek.